Hali papim, ami sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, jelentkezik egy, egy, ilyen elég különleges videóval. Fontolgatok egy dolgot, és szeretném megkérdezni a véleményeteket. Ugye megy a Farming Simulator 19 1 milliárd euró kívásos sorozatunk, amiben ugye úgy alsó szegi mapon játszunk, de úgy gondoltam, hogy elég jól sikerült már belakni azt a mapot, és ismerjük töviről hegyire, és szépen mennek a dolgok, és belevihetnénk egy olyan csavart az egészbe, hogy elköltözhetnénk egy másik mapra. Mindjárt mondom, hogy ez hogy valósulna meg, és nem csak egy másik mapra, hanem egy teljesen más jellegű mapra, ahol egész más játékstílust kell folytatnunk, annak érdekében, hogy valamire vigyük. Ö, amire gondoltam, az, írjátok nyugodtan a pötleteket, mert igazából ez még nincs lefixálva. Uh, amire gondoltam, az ilyen, most például hogy nézegetem ezt az Ausztrál mapot, ahol tipikus, tudjátok, vannak ezek a road uh, trainek, ezek a minek nevezik, hát ezek az utcai vonatok, amik úgymond mond. Uh, nyerges vontató és több semi-trailer egymás után, vagy pedig több pótkocsi egymás után, meg ugye egész, tényleg egy egész más játékstílust követel, meg én ezt nézegetem most, ez Ausztrália, ugye nem hogy csak ö, más jellegű map, de még máshogy is néz ki, teljesen más millió, kicsit ilyen sivatagos beütésű az egész, ez nekem például nagyon tetszik, de egyébként gondoltam ilyen Amerika, USA, Texas környéki napra is, vagy pedig van egy csomó, van egy csomó, amelyik érdekes lehet számunkra, szerintem. Mármint az a lényeg, hogy elköltöznénk egy másik mapra. És ez lehetne egy olyan map is, amelyik ilyen factory jellegű, vagy pedig ilyen multi seed jellegű, tudjátok, ami, amiben egy csomó mindent lehet csinálni. Ebbe is gondolkoztam, ugye, mint például a PV River map, de inkább hajlik a szívem arra, hogy nem egy ilyen nagyon szét uh, túrt map lenne, hanem inkább egy ilyen, te, uh, teljesen más jellegű map. Hogy lenne elképzelve ez az egész? Már mind mindenképp a szabály, szabályokat kifelállítanánk. Úgy működne, hogy az összes eszközt, gépparkot, eszközöket, mindent egy az egybe átraknánk oda. Olyan, mint hogy elköltöznénk. Tehát az új mapra. A csirke ólakat, a birka ólakat és a mi van marha ö, istálót, azt is átrakhatnám oda. Tehát azt egy az egybe át tudnám rakni, csirkékkel együtt. Ö, a földeket eladnánk, ugye alsó szegen, és abnak azt a pénzt, ami nekünk van, abból vehetek bármit a következő mapon. Tehát igazából nem, nem fog, a gépparkot nem adom el, az marad a ólak maradhatnak, tehát azt át tudom vinni a másik mapra, viszont az sem lenne rossz egyébként. Írjátok meg, szerintetek melyik lenne a jó megoldás. Mert igazából az is jó lenne, hogyha eladnák minden csirkével, minden el együtt, minden konkrétan mindent eladnék, esetleg a géppark maradna, és akkor úgy kezdenénk a, a másik napon, de igazából nagyon bírom ezt a csirke farmot, úgyhogy ezt inkább lehet, hogy áttelepíteném. Tök jó meg van csinálva, igazából egy az egy bárvinnénk. Ugye a pénz, ami a földekből van, meg igazából amit eladnék, azt át tudnám vinni a következő napra, és abból tudnék ugye új földeket venni azon a mappon, Értitek, hogy, hogy igazából az, ami, ami, a földekből bejön, az lenne nekünk a KP, mert az ólakat, meg az csirkéket, meg, meg, a gépparkot, azt egybe át tudnám e, rakni a másik mapra. Szóval konkrétan olyan, hogy átköltöztetnénk az egész telepet, a pénzünk az meg annyi lenne, amennyi éppen ugye pontosan ki lehet, szám, gramra számolni mindent, gyerekek, úgyhogy nem lenne benne semmilyen csalás, nem lenne benne semmilyen trükk, nem lenne nem élveznék ebből, viszont szerintem érdekessé tenni ezt a sorozatot, hogy egy egész más jellegű mapon kezdenénk. Mapokat nyugodtan írjatok. Én nagyon hajlok rá, hogy egy ilyen teljesen drasztikusan más jellegű. Ausztráliába költöznénk, vagy USA-ba költöznénk, és megmondom őszintén, hogy ez lehet, hogy többször is élne ez a sorozatba, hogy így átköltöztetnénk az 1 milliárd euró kívásos sorozatot más mapra. De mondom, ebből előnyöm nem lenne, egy euróval se lejárnék én jobban. Ebből csak annyi, hogy Konkrétan megváltozna a környezet. Új map lenne, érdekes lenne, más millió, más kö... tök jó lenne, én úgy gondolom. Na, írjatok, szerinte, szerintetek ez jó ötlete, nekem, nekem nagyon tetszik. Én úgy gondolom, hogy az Alsószeg Mapot már megint úgy kis újból rá, vágjuk az egészet, minden szegletét, minden földet, meg mindent igazából. Viszont ez meg egy eléggé nagy fordulatot hozna a sorozat életében. Na, köszönöm szépen a figyelmet! írjatok nyugodtan kommentet, hogy mit gondoltak erről, hogy lenne jó ötleteket, és akkor összegyúrom ezt az egészet, egy, ezt a masszát, amit írtok, meg ami a fejemben van egy, 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 egy ö, egészé, és akkor megnézzük, hogy, hogy ez hogy fog működni. Oda nézzetek, ezek hatalmas nagy izé, trélek, Itt lehetne használni ezeket hatalmas eszközöket, amiket ugye ö, például Kolompár Démon küldött azt az nagy hátrakókocsit, ez nagyon élnél egyébként, ez tök jó lenne. Na, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!